megyek az utcán, és látom, nem köszöntök már, hátam mögött még úgy se szól, mint rég. Úgy érzem, elfelejtették. Ó, a régi csibészek nem ismernek engem meg. Rézig, hogy nézek, aztán tovább mennek. Tegyük fel, mondjuk 1967-ben születtetek volna. Lette volna, tegyük fel, összejött volna ez a csapat, úgy, ahogy összejött, és elkezdtetek volna zenélni. Vajon mi lett volna az Omegából? Hát ez egy borzasztó nehéz kérdés, ez a mi lett volna, ha. Mert nem is tudom én, mi lett volna, ha Sztalingrádnál máshogy alakul a második világháború, és a többi, és a többi. Szóval ezt baromi nehéz megítélni. Én szerintem mi ugyan kortünet voltunk és vagyunk, de alapvetően az volt jellemző ránk, és talán azért emelkedtünk ki, nem csak mi az a pár banda, aki a kezdet-kezdetén az első vonalból indult, mert egyrészt azt hiszem ezeknek a bandáknak és a tagoknak az intelligencia hányadosa minden álszerénység nélkül elég magas volt. Tehát ezek nagyon értelmes emberek. Igen, ez érdekes egyébként, hogy annak idején több diplomás zenész született, mint most. Így van. Én azt szoktam mindig mondani, hogy annak idején, ha egy bandában nem volt valakinek egyetemi diplomája, az kilógott, ma ez korán sem így van. Most ez nem egy különösebben nagy érdem, de azért az észbeli képességekről elég sokat elárul. És rettenetesen akartak valamit, aminek érezték az újdonság varázsát, amit borza imádtak csinálni, és ezért minden áldozatra hajlandók voltak. Na most a kérdésre visszatérve, nekem tök mindegy, hogy 40 akárhányba, 50 akárhányba, vagy 60 akárhányba születünk volna. Szerintem ilyen fajta emberek vagyunk, úgyhogy biztos, hogyha 67-ben születünk, akkor is megtaláltuk volna azokat a módokat a kitörésre, és azokat az utakat, amik által ugyanezt az utat bejárhattuk volna. Talán még az, hogy 67-ben születünk, vagy születik egy együttes, az annyiban más megítélésem szerint, mint a 60-as évek elején, hogy először is ezt mi nem tudtuk, de most már összegezve az egész közép-európai és európai kultúrát, a háború utáni generáció minden tekintetben, és a hippi mozgalom ugyanakkor, ez párhuzamosan haladt egymás mellett, tehát az irodalom, a képzőművészet és a rockzene vagy a popzene. Most ez egymás mellett haladt és egymást minden szempontból befolyásolta. És ezt annyira ösztösen csinálta az ember, és azért volt nagyon lényeges ez kiemelendő, hogy ezek a művészek, ezek vállalhattak volna esetleg más civil pályát, mert megvolt mondjuk a valamelyik diplomájuk, csak egyszerűen ennek a pályának az izgalma, a varázsa, a mássága, és az, hogy ebből egzisztenciát lehet csinálni, és egy másik úgynevezett böcsületes pálya, meg csak a szamárlétra ismérvei szerint működik, lényeges különbséget jelentett. Ma, ebben a pillanatban ezt a nagy különbséget én nem érzem. De hol adottad a másik jacket, Lacika? Időközben megérkezett a zenekar többi tagja is. Gondolom... Most léptünk a zenekarba, én már azt mondom, 20-akárhány éve, hogy nehezen elviseljük egymást még egy pár hétig. Én ezen a pályán vagyok még új, de remélem, hogy de valahogy bejátsszuk ezt a gyakorlunk, hát a kicsit foci jobban fog menni, mint a zenélés, mert majd meglátjuk. Van, aki nálatok is régebben játszott együtt ezzel a csapattal. Pici, neked sokat kellett azon gondolkodni, hogy igent mondja hívószóra, vagy nem? Rögtön rámondtad, hogy igen. Én rögtön rámondtam. Mit? Ki beszélt először a picivel? A neki. Megkérdezte, hogy jössz? Igen. Te meg mondtad, hogy jössz? Jössz. Igen. Próbálni próbáltatok már együtt, vagy csak most vagy első próbán, amikor neten együtt nyomtak? Már rengeteget, tegnap voltam próbálni. Történt-e olyan, hogy valaki észrevett, hogy
Úristen, tényleg ez hogy volt? Ezt nézzük meg valahol. Ez történt. Hogy csak ez történt? Csak ez történt. Nem sokára itt van a koncert. Igen, mert ez előtt van. A koncert igen. Nem, az hát nagyon-nagyon szívós munkával végül is eljöttünk a próbára mindannyian. És jó, közepesen jó a büfé, és a kóbor nem jött el a próbára. Na most még a Somlót várjuk, ő lehet az előadása se fogja. Mindig el szokott késni általában egy napot. Azt mondta a Somló, hogy semmiképpen nem késik el, szeptember 4-én délben itt van. Jó, a harmadikán van a buli, akkor itt találkozunk. Gyerekek. Csak a magyar csapat összeállítása. Kóbor.